pécsi stúdióból köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, és kellemes estéhez remélem mi is hozzájárulunk a következő 75 perccel, és ezzel már jeleztem is, ma hosszabbak leszünk negyed órával. Programunk szerint az első 60 percben nemzetiségi szerkesztőségeink mutatkoznak be, lévén 10 évesek. Aztán a hátramaradó negyed órában 15 percben hírek, információk, és tudom azt, hogy most Önök között olyanok is ülnek, akik nem, vagy pedig ritkán nézik hétfőn este a pécsi stúdió műsorát, ám van sorsjegyük, deviza sorsjegyük. Nos, elérkezett a közzététel napja, a nyertes sorszámokkal negyed tíz előtt nem sokkal megismerkedhetnek, és a szerencsés nyertesek bizonyára nagyon örülnek majd, ha meglátják a nyertes számokat, amelyeket majd felsorolunk. Tehát ez lesz a mai 75 percben. Kezdjük egy eseményhírrel. Az elmúlt héten Pécset itt a televízió stúdióban történt az ünnepi esemény. Jubileumi ünnepséget tartottunk az elmúlt héten stúdiónkban. A Nemzetiségi Szerkesztőség fennállásának 10 éves évfordulójára jöttek el közéletünk jeles személyiségei. Közöttük dr. Szirtes Gábor, a Baranya megyei pártbizottság titkára, valamint István József, Tolna megye tanácsának elnök helyettese. Képviseltették magukat az ünnepségen az NDK, az NSK és Jugoszlávia budapesti nagykövetségei, valamint a nemzetiségi szövetségek is. Hamburg Géza főtitkár a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének, Mandics Marin a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségének nívódíját adta át munkatársainknak, akik közül többen személyre szóló kitüntetést is átvehettek. Balázs Mihály vezető szerkesztő a Népfront munkáért ezüst fokozatát kapta. Rajl József, a német szekció vezetője, az előbbi elismerés bronz fokozatát. Stangl Márta szerkesztő riporter, valamint Német István gyártásvezető kiemelkedő munkáját a szocialista kultúráért kitüntetéssel ismerték el. Ennyi a rövid hír a hivatalos ünnepségről. Aztán, mint az ilyenkor lenni szokott, baráti találkozón beszélgettek tovább a munkatársak, és ismervén őket, mi másról is esetett volna szó, mint a munkáról, arról, hogy dolgozzanak a következő, mondjuk, tízesztendőben. Mit mutassanak meg magukból, kultúrájukból, életükből, egyáltalán mindennapjaikból. Nos, ha ezen egy picit mélyebben gondolkozunk, akkor azt hiszem, hogy nem kell különösebben bemutatkozniuk, hisz itt vannak velünk, dolgoznak tisztességgel, becsülettel, mint minden magyar állampolgár. A következő 60 percet tekintsék Önök egy kicsit olyan ajándékműsornak, és arra is jó lesz a műsor első része, hogy megismerkednek a szerkesztőség munkatársaival. Én azt hiszem, nem túlzás a 10 évvel ezelőtti eseményeket televízió történeti pillanatoknak nevezni, hiszen 10 évvel ezelőtt, amikor a magyar televízióban megindultak a nemzetiségi adások, vált teljessé a magyarországi nemzetiségi sajtó. Mint azt Önök bizonyára tudják, újság, rádió műsorok korábban is voltak, és 78-tól itt a televízió pécsi közveti stúdiójában indult el először a német, illetve a szerb-horvát nyelvű televíziózás. Na most, 10 évvel ezelőtt, akkor még a pécsi stúdió munkatársaként az én tisztem volt, hogy az akkori kollégákat bemutassam Önöknek, és most 10 év után ez a beszélgetés legalábbis szándékaink szerint valamiféle számvetésnek indul. Az előző felvételen ti a toleranciáról beszélgettetek. Én arra lennék kíváncsi, hogy most, hogy 10 éve csináljátok ezt a műsort, mennyire jellemző erre a műsorra ma a különbözőség, és mennyire az azonosság? Én azt gondolom, hogy ez a kettősség mindig is megvolt a műsorokban, illetve megvan bennünk, mint műsorkészítőknek, hogy mások vagyunk, ez a másság nekünk, a mi kis közegünkben, ahol dolgozunk, természetes, és ugyanakkor szeretnénk a nagyobb közösséghez tartozni, amelyben dolgozunk. Én mondanék erre egy példát, és hadd legyek személyes, akár a vágószobában. Az ember ennyi év után azt szeretné hinni, hogy tanulta ezt a szakmát. És pontosan tudja, hogy egy-egy blokknál működik a szakmai érzéke, de ugyanakkor működik az érzelmi oldala, nemzetiségi. Most azt hiszem, hogy a legnehezebb ezt a kettőt egy szintre hozni.
ahogy egyre inkább ez az ország képes elfogadni a különbözőséget, és ez nem a nemzetiségek vonatkozásában, az ember vonatkozásában, az emberi személyiség, az emberi egyéniség vonatkozásában, úgy lesz egyre inkább képes elfogadni a nemzetiségek vonatkozásában. Szűke baráti körben mindig azt mondom, hogy sokszor úgy néznek ránk, vagy néztek ránk, hogy a nemzetiség egy ötlábú elefánt, majdnem németül mondtam, és kiderül, hogy az ötödik lába az az ormány, és nem furcsa egyáltalán a dolog, csak a mi anyanyelvünk az nem a magyar, hanem a német, vagy a horvát, vagy a szerb, vagy a szlovén, vagy bármelyik. A mi kultúránk az a magyar kultúra mellett elsősorban a nemzetiség kultúrája, mert ebben nőttünk fel, azt hiszem mindenki elmondhatja ezt. És szóval nem a másság oldaláról közelíteném meg a kérdést általában, hanem inkább az azonosság oldaláról. Tehát ebben az országban élünk, nem vonhatjuk ki magunkat, nem is akarjuk, nem is tudjuk, nem is szeretnénk kivonni magunkat az össztársadalmi hatások alól. Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtétek a televíziós pályafutásotokat, akkor magát a televíziót ambicionáltátok, vagy volt bennetek valamiféle küldetéstudat, hogy... A nemzetiségeknek az öntudatában a folyamatosság nem létezik, tehát valamikor megszakad. Ez a szakadás valamikor régebben történt. Mondjuk személyesen édesanyámtól tudom, hogy a háború alatt tiltva volt egy teljesen homogén horvát községben az iskolában horvátul beszélni. Ebből az következik, hogy valamikor újra kellett kezdeni a dolgot, és egyáltalán nem mondjuk sem megvetendő, sem csodálkozni való, ha mondjuk az én esetemben elsősorban a televízió volt az, ami engem ambicionált, és ez döbbentett rá az emberekkel való találkozásnál, a kollégákkal való beszélgetésben, az egymással való kölcsönhatásban arra, hogy mi vagyok, mi a dolgom. Városban születtem, városba nőttem fel, és tulajdonképpen a nemzetiségi impulzusok szinte és kizárólag csak a családból jöttek. Ezért mondtam azt, hogy gyakorlatilag, tehát nem egy homogén nyelvet beszélünk mondjuk falusi közegből. Ezért mondhatom azt, hogy maga a televíziózás nem volt inspiráló erő, hanem ez a tudat, hogy ismerem talán ezeket az embereket, vagy szeretném megismerni. És tulajdonképpen a szakma révén találkoztam igazán az identitástudatommal. Én részben a családban kaptam az első ilyen jellegű impulzusokat, de valahogyan, hogyan mondjam, szóval engem irányítottak, de ezt sohasem mondták ki kerekperec, hogy én ide tartozom. Aztán végigjártam azokat az iskolákat, amelyek ma tulajdonképpen egy nemzetiségi számára adottak. Nemzetiségi gimnáziumban érettségiztem, nemzetiségi ösztöndíjat kaptam utána az egyetemen, aztán itt voltam riportertáborokon, és valahogy talán bennem volt egy picikét ez a küldetéstudat, amit te itt az elején említettél. Nem akarom heroizálni a munkátokat, de mindenki számára belátható, hogy sokkal nehezebb helyzetben vagytok, amikor riportalanyt kerestek, mint mi, akik magyarul dolgozunk. És az az érzésem, hogy pontosan ezért, mert időnként visszatérő alanyok vannak. Hogyha nem igazán ügyeltek, akkor fenyeget egyfajta belterjesség veszélye benneteket, illetve a műsort. Egyik járókerülőről se tudom, hogy kicsoda. Nem készíthetek egy nőnapi csokrot, kimegyek, kezi csokrom, mivel tölti a nőnapját. Tetszik dolgozni keményen, vagy nem keményen. 2000. ember beszéli. Sok ember másképpen hiszi, hogy nekünk esetleg ugyanolyan könnyű, vagy ugyanolyan feltételeket is meg tudjuk csinálni. És nem vagyok benne biztos, hogy általában a magyar televízióban ezt tudják-e. Tehát nem itt Pécset, általában a magyar televízióban ezt tudják-e. Hadd mondjak egy konkrétumot erre. Magyarországon pontos számot nem tudok, de 450 körül azon a helységek száma, ahol németek élnek. Most, hogy eljussunk mindenhova, hát az 10 év kell minimum, de szerintem nem voltunk még mindenhol, és nem is fogunk eljutni mindenhova, bár szeretnénk. Tehát ez a belterjesség, amit említettél, szerintem ez abszolút nem áll. Nagyon sokszor próbáljuk mi azért a kört bővíteni, úgy érzem, tehát egy kicsit az egyetemes kultúrából is meríteni. Mondjuk nem úgy értelmezzük ezt a nemzetiségi magazint, hogy az csak itt készülhet. Most a legutóbbiban is, azt hiszem, a Márti csinált egy, mi is volt? Kalápka együttes. Kalápka együttes, Wagner.
Én azt hiszem, hogy ezek önmagukért beszélő példák. Nagyon sok minden megfogalmazódott, és hogy ezeket meg tudtuk fogalmazni, abban azért benne van ez a 10 év. Többek között azért, mert az elején elindult valami, amihez úgy nekünk szokni kellett, mint ahogy a nézőknek. Tehát az első időszakot én annak nevezném, hogy szoktatjuk az embereket, a miénket, tehát a mi nézőinket is, de a magyar nézőket is ehhez az adáshoz. Aztán eljut az ember valahová, tapogatózik, sejti a visszajelzésekből, a személyes kapcsolatokból, hogy mit szeretnek, mit akarnak ezek az emberek, akkor megpróbálja azt teljesíteni. És utána eljön az az időszak, amikor már ő maga is benne van, hogy mit szeretne, milyennek szeretné látni ezeket az embereket. Tehát ez a fajta ízlésnevelő, hogy ne csak a közízlés. Lehet, hogy ez nagyképűen hangzott, de én azt gondolom, hogy ez is a mi dolgunk. Ez is biztos, hogy amit lehet megmenteni, megőrizni, de az is biztos, hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell. És egész biztos, hogy 10-15 év múlva más műsorokat kell csinálni. Amit a magyar televízió a nemzetiségek, tehát a nemzetiségi műsoron kívül adni tud, azt nekünk fölösleges adni. De nagyon sok mindent csak mi tudunk. És ezt kell komolyan venni, semmi többet. Szokás az együttest nem kell bemutatni, hiszen
országszerte ismert, sőt, országhatárokon kívül is, azért mégis néhány szót engedjenek meg róluk. 1974 tavaszán alakult meg Pomázon ez az együttes. Kezdetben a környék élő nemzetiségi népzenéből alakította ki repertoárját, a fiatal muzsikusokból létrejött együttes. Hamarosan azonban tudatosan vállalt programjává lett a magyarországi délszláv népzene megszólaltatása, és nem csak az élő népzene átvétele, hanem egy sokrétű, sokszor évszázados hagyományban gyökerező népi zenei kultúra feltámasztása, ápolása is. Írja róluk első nagylemezükön Vujicic D. Stoyan. Kezdetben Vujicic Tihamér is támogatta a munkájukat, majd hirtelen jött halála után az együttes 1976-ban. Tulajdonképpen ezért is vette fel a Vujicic nevet. A most következő vendégeink, de inkább hadd mondjam azt, hogy az Unser Bildschirm barátai és a műsor barátai a Soly Mária asszonykórus. Ez a barátság 1982-ből indul egy közös munka kapcsán, amikor elkészült a Magyar Királynő Dala című különkiadásunk, amely tulajdonképpen a magyarországi német-magyar kultúra kölcsönhatásának egy dokumentuma volt. A nénik az idősebb korosztályhoz tartoznak, ugyanolyan problémákkal, hétköznapokkal, mint bármelyikünk. Ezt felettetik a próbák, örömet szereznek a fellépések. És közben előkerültek olyan értékek és énekek, amelyek a magyarországi németek körében teljesen egyediek. Köszönhető ez Solymár viszonylagos izoláltságának, elszigeteltségének, és ebből adódóan egy olyan kincsel rendelkeznek, amely szinte egyedülálló. Miért is fontos tulajdonképpen az éneklés? Azért talán, mert a legegyszerűbb közösségteremtő forma, mert közben örömet szereznek egymásnak, másoknak, a kis közönségnek és nekünk is. Scheinbar wohnt so her, bei mir zu mein Jünder geht, ein Jünder schwach es du. Oder drückst dein Augen zu? Nein, nein, ich schlafe nie, ich bin zum Tod geriet. Holt's mir dein Doktor her, der mir noch helfen wird. Wenn ich einzig gestorben bin, stellt's mir ein Grabstein hin, drauf soll's geschrieben sein. Hier ruht ein Kinderlein. Am Bergen hinauf und am Bergen hin, oh, ungeleicht, man ein Kinder vermeiß ist der Ton. Wenn du, rats ist mal umgedummt, wenn du, rats ist sie jung. Mein Kinder aus Weihheit, es will in der Ton, schei das zu, es pulisch ich tun, weg der Treitsch, oh, wenn du, Rats ist mal umgedummt, denn du, rats ist sie jung. Wannst du auf dein Dirndl so hagig wie sein Junge, nimm der Bockier und dick ist vor dein Junge, denn du, rats ist mal umgedummt, denn du, rats ist sie jung. Blaue Fenster, grüne Gatte, sau wie Dirndl, wird die Jage. Sau wie Dirndl, müssen sein, weil wird kehren die Jagerin. Du bist der Jager, du tust genoschen, du tropfst die Pulver in deine Taschen. Und dein Kampfsport auf den Ruhe, schönste Schatz, der steht der Kuh. Diendele saues, o pia moi ko, tei boa jo sau liemun sau kue, si boa jo mai ima, mai oler sau tebe, si boa jo mai traida, tausend mal hat sich so, sie bleibt mir jo treu, sie bleibt mir in der Ewigkeit treu. Hat einmal, da ist sie mir so treu geworden, mi
noch Zittenschlag, dieses Spüren, die kommen heute Zittenschlag hinter der Mühe. Hinter der Mühe, wie jetzt der Grün, und da kommt ja der Puschin mit der Mine Mühe. Der Mine Mühe, der soll mich nicht kriegen, der soll ja sein Kescher mit Wangschmier verschmieren. Der mich ja wüt, der soll mich ja kriegen, der soll ja sein Kescher mit Leckler verschmieren. Amit a solymári nénik, a solymári asszonyok énekelnek, számomra tulajdonképpen a Bartóki, azt a bizonyos Bartóki tiszta forrást jelenti, és úgy gondolom, hogy ilyen értelemben igen közel állnak a most következő beszélgetés egyik résztvevőjéhez, Kalász Mártonhoz. Nem azért, nem csak azért, mert ő is sváb származású, ahogy ezek a nénik, hanem azért is, mert Kalász Márton egyik nagyon fontos munkája, amelyről nyilván beszélni is fog, a Vadalma, Vadalma, Magva, de Keserű című kötet, a magyarországi németek népköltése, melyet magyarra fordított. És azt gondolom, hogy a József Attila díjas Kalász Márton, aki Sombereken született, ugyancsak azon kedves ismerőseink és barátaink közé tartozik, aki azért az Unzerbildschirmnek is többszörös szereplője volt, portréműsor készült róla, tehát ide valósi, ide jár haza Baranyába. Most, hogyha a nézők rövid úton nem derítenék ki, hogy nem igaz, amit mondok, akkor azt mondanám, hogy teljesen tudatosan hoztuk össze egy hazája fiával, hogy úgy mondjam, egy mohácsi szerbíróval, ez pedig Predrag Stepanov, aki több dologgal is foglalkozik, többek között az ELTE szláv filológiai tanszékének docense, tehát foglalkozik irodalomtörténettel, nyelvészettel, amellett író, műfordító. Talán annyit kellene még róla mondani, hogy kimondottan, kizárólagosan szerb nyelven ír. Igaz, hogy egy rádiójátékot magyar nyelven is írt, azt hiszem, hogy 80-as években valamikor lement a rádió harmadik programjában. Na most a riporterről is talán kellene valamit mondanunk, mert nagyon érdekes lehet az ő személye is. Ez pedig Csordás Gábor, a Pécsi Jelenkor főszerkesztője. Csordás Gábor azért érdekes a neven a beszélgetésben, mert Kalász Mártont, amennyire én tudom, a Jelenkorban ő mutatta be, munkáit jól ismeri, és nemrég megtanult ugye szerbül, és most legújabban mondhatom így, hogy szerb-horvát nyelvterületről a jugoszláv irodalomnak az istápolója, fordítója. Én szeretném egy olyan állítással elkezdeni ezt a beszélgetésünket, amivel nem biztos, hogy egyetértetek. Úgy gondolom, hogy egy nemzeti kisebbség kultúrája önmagában, mint első vagy mint kizárólagos tájékozódási pont, nem elég ahhoz, hogy valaki jelentős íróvá váljon. Az egyik lehetőség nyilván az, hogy kapcsolódik ahhoz a nagy kultúrához, amit az etnikai hovatartozás, az anyanyelvi nyelvi hovatartozása jelent. A másik pedig az, hogy kilép eredeti nyelvéből, anyanyelvéből, és annak az országnak a kultúrájába kapcsolódik bele, és abban él elsősorban, abban tájékozódik, amelynek az állampolgára. Ha a magam tapasztalatára, a magam életére gondolok, nálam a magyar vagy német íróvá válás nem volt választás kérdése pillanatig sem, mert amikor én indultam, én belőlem, ha író akartam lenni, csak magyar író lehetett. Ezt hogy érted? Úgy értem, hogy abban a politikai helyzetben a Magyarországon élő nemzetiségek, és hát az én esetemben a német nemzetiség akkori helyzetében nem volt kérdés, hogy én most német író szeretnék-e lenni, németül szeretnék-e írni. Abban az adott helyzetben, amikor én eszmélni, gondolkodni kezdtem, és amikor én az első kis írásaimat írogattam, és úgy gondoltam, hogy majd író szeretnék lenni. Ez a 40-es évek vége, ez a 40-es évek eleje, vége volt, az 50-es évek eleje, amikor gimnazista voltam itt Pécsett, és már otthon az általános iskolában egyértelmű volt, hogy ha szellemi ember akarok lenni, ha szellemi emberré akarok válni, akkor
a magyar közösséghez, a magyar szellemi közösséghez kell tartoznom. Az én nemzetiségemnek a politikai helyzetétől függetlenül sem volt úgynevezett szellemi közössége. Ellentétben Kalász Mártonnal nálam ez valóban döntés kérdése volt, amikor a 60-as évek második felében megírtam első elbeszélésemet szerporvált nyelven és publikáltam is, akkor tulajdonképpen már eldöntöttem, hogy szép prózát végül is az anyanyelvemben kell írnom, sőt, valahogy úgy éreztem, hogy csak azon tudom talán ezt igazán kifejezni. Igaz, hogy 71-ben egy magyar nyelvű rádiójátékot is írtam, de ettől eltekintve prózát, illetve szép, szűkebb értelemben egy szép irodalmat csak szerb-horvát nyelven írtam, tehát anyanyelvemen. Hogy ezt a döntést miért hoztam, ezt utólag nehéz lenne megmagyarázni, valahogy belülről fakadt ez az egész dolog, és végül is nem bántam meg, hogy ez nemzetiségi kultúrája, olyan értelme kisebbségi kultúrája, illetve irodalom, amit csinálok, vagy sem, ez is nagyon vitatható, mert végeredményben Magyarországon eléggé szűk, ahogy mondtad is, ez a nemzetiségi kultúra, tehát ezen valamennyire túl kell lépni, ha irodalmat akarunk csinálni. Nagyon érdekes volt számomra például Predrag novellás kötetében az, hogy itt ez a mohácsi nyelvjárásokat és az irodalmi nyelvi kánont felváltva alkalmaz, egy halatlan, null érdekes nyelvi lehetőséget nyújt, tehát a nemzetiségi dialektusoknak a felhasználása. De Marcinál, aki magyarul él, és különösen a költészetében nagyon erősen érezhető az, hogy egészen más a viszony a nyelvhez, tehát természetesen a magyar nyelvhez, mint azt hiszem, mint egy anyanyelvén író magyar költőnek. Hát tulajdonképpen nem egészen értettem, hogy mit akarsz ezzel kérdezni. Tudnék azt, hogy a dialektust, a nyelvjárást használja valaki, az természetesen nem nemzetiségi sajátosság, hanem bármelyik író is ugye ezt felhasználhatja, ez egyik. Na most azzal viszont azt értettem, hogy a nyelvhez való kapcsolat az mindenképpen speciális. Ez valóban így van, egyik esetben adott, tehát ha valaki abban az országban él, ahol ez vált. Tehát ott nem is, tulajdonképpen nem is választhat mást. Itt viszont a döntés kérdése tulajdonképpen egyfajta elkötelezettség. És én azt hiszem, hogy abban, amit írok, a témáimon és talán nyelven kívül más elkötelezettség nincs is. Hát bocsáss meg, olyan értelemben azt hiszem, hogy a szerb nyelv is probléma, hogy a nemzeti kisebbség nyelve szókincsében, grammatikai lehetőségeim és mindig sokkal korlátozottabb, mint az anyaország nyelve. Ez természetesen, hát én nem használom írásaimban, nem a nemzetiségi kisebb, vagy a kisebbség nyelvét használom, nem a nyelvjárás, azt csak akkor, ha a hőseimet beszéltetek. Ez azt jelenti, hogy neked mégis egy bizonyos erőfeszítéssel el kell sajátítanod a teljes nyelvi normát, mikor íróvá válsz. Hát ez természetesen mindenkinek el kell sajátítani a végül is az anyanyelvét, akkor is az anyaországában él, tehát ott is nem elég csak az iskolában tanultakat, hanem valóban egy írónak állandóan művelnie kell a nyelvét. Valóban nehezebb ezt egy mondjuk határon túli helyzetben, mert a nyelv állandóan változik, főleg az aszfalton, az aszfalt nyelv, hogy úgy mondjam, a mindennapi nyelv, az napról napra változik. Ezt le lehet mérni olyan embereken is, akik csak pár éve hagyták el a hazájukat, és már is bizonyos dolgokban elmaradnak a változásoktól. Neked hallatlanul feszült a viszonyod a magyar nyelvhez, Marci? Igen, hallatlanul feszült, és hát ugye az a nagy szerelem, ami az ember élete végéig tart. Te találsz ritka szavakat, beilleszted őket egy irodalmi nyelvbe. De amit én tanultam, azt mondjuk lehetett volna fejleszteni adott esetben és adott helyzetben német nyelvvé. Véleményem szerint nagyon nehéz lett volna, nem hiszem, hogy én németül végül is úgy lettem volna író, ahogy magyarul lettem. Nem hiszem. Ma úgy vagyok ezzel a két nyelvvel, hogy én a magyar nyelvet használom, és a magyar nyelvben vagyok szellemi ember. A gyerekkori nyelvjárásom az egy olyan furcsa tartalékom, amit megint nem biztos, hogy el tudnék magyarázni, ha idő volna rá, akkor sem, hogy az én magyar nyelvemet állandóan táplálja. Velem ugyanis az a skizofrén dolog történt, mert azt hiszem végül is skizofrén állapot, hogy mindenki a gyerekkorából él, élete végéig, egy író különösen, egy szellemi ember különösen. Na most én is ebből a gyerekkorból élek, de ennek a gyerekkornak a nyelvét nem tudom használni. Nekem meg kellett tanulnom egy,
Hát végül is mondhatjuk úgy, hogy idegen nyelvet, ami persze a fülemnek ismerős volt, mert az apám mindig szeretett volna megtanítani magyarul, nem sikerült neki gyerekkoromban. Ez az úgynevezett sváb nyelv, ami hát a mi esetünkben nem sváb, mert mi nem svábok vagyunk. Ez az úgynevezett nyelv, ez az én magyar nyelvemet színezi, ez a nyelv beleavatkozik a mondatszerkesztésembe, beleavatkozik az egész grammatikámba, és egy darabig én ezt ösztönösen csináltam, és úgy éreztem valamit. Egy idő után kezdtem úgy tudatosan nézni ezt, és el is fogadni, sőt megpróbálni használni. Én azt szeretném még megkérdezni, hogy ezt meg tudjátok, ezt nagyon nehéz mindenkinek magáról megmondania. De mi az, amit különös szerencsének tartotok abban, sors különös ajándékának tartotok abban, hogy Magyarországon élve, Magyarországon élő íróként nem magyarnak születtetek, van-e ilyen? Egy írónak mindig azért távol attól a nyelvi közegtől, amelyen alkot, tehát a nemzeti közegtől, mert mondjuk ahol a nagyobb olvasóközösség, befogadóközösség is itt tovább van, ahol a kritika van, ahol az írótársak vannak, elszakadva élni bizonyos fokig azért mindig nehezebb. Tehát én azt hiszem, hogy ebben több a nehézség, mint az előny. Kétségtelen, hogy vannak a különleges helyzetnek kiaknázható, nem mondanám még, hogy előnyei, hanem helyzetei. Amit ha az ember ki tud használni, ki tud aknázni, akkor elképzelhet, hogy a előnyére hasznára fordíthatja. Vagyis, hogy adhat valami olyat, amit esetleg nem adhat az, aki mondjuk ebben az esetben Jugoszláviában él, ha szerb-horvátul él, ugye? Ilyen előfordulhat, de azért azt hiszem, hogy a hátra mindenképpen több ilyen helyzetben, mint az elő. A Duna a tengerbe folyik nappal meg éjszaka. Hullám hullámot csalogat, egyet se látsz már soha. A fecske tavasszal visszatér, gólyaszál valahova, de aki Magyarországba ment, nem jön már vissza soha. Azt hiszem, hogy ennek a nagyon távoli, nagy földrajzi távolságot áthidaló településnek eleve van egy olyan lélektani hatása és következménye, hogy mondjuk a németországi német kultúrától, mint anya kultúrától a németség, Magyarország németség sokkal inkább el van szigetelve, és ennek a távolságnak a tudatát sokkal jobban hordozza, mint ugye gyakorlatilag a szerb-horvát település terület peremvidékén élő baranyai szerbség és horvátság. Ezt hozzá kell tenni, még egy dolgot nem mondtunk el, hogy a magyarországi német nemzetiség, de nem csak a német nemzetiség, a délszláv nemzetiségek ugyanúgy, én őket ismerem, mert hát földik vagyunk végül is Predrággal, azok magyarországi németek, magyarországi szerbek, magyarországi horvátok, és ez nem csak úgy oda kimondva valami, ez valóban így van. Amit felolvastál, hogy aki most Magyarországra megy, az a választás volt. Na most ebből következett az is, hogy ami hát a kultúrájára meg mindenére vonatkoztatandó, hogy végül is igazán kapcsolatuk, szellemi kapcsolatuk ezeknek a nemzetiségnek nagyobb rész mégiscsak a magyarokkal volt. És azért nevezik őket magyarországi németeknek, azért nevezik ők magukat, mihelyt átmennek a határon, szinte magyaroknak, és így tovább. Na most ebből a helyzetből adódik egy többlet, mondjuk egy író számára. Nem szeretnék itt még valamilyen nagy képviség gyanújába se keveredni, de a Tili Bárány csak én tudtam megírni. Ez a többlet számomra. Az a többlet, hogy ettől én nem leszek nagyobb író, félreértés ne essék, ha nem írtam volna meg, nyilván talán kisebb lenni, hadd mondjam. Mondjam ilyen büszkén. Nekem ez a többlet, hogy én még valamit tudok, mert én más vagyok. A regényed fogadtatására gondolva, és a regényedet ismerve azt mondom, hogy a Téli Bárány az utolsó magyar parasztregény. És ez a kisebbségi sors kellett az, hogy ezt a 70-es évek végén, 80-as évek elején Magyarországon meg lehessen írni. Említettük, hogy csak a nemzetiségi kultúrában megmaradva nem lehet, nem nagyon nehéz íróvá válni. Nem, azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem lehet, és ebben nem mondhatok ellent nekem. De most megfordítom a kérdést.
ha egyszer valaki íróvá válik, akkor mit tehet a nemzetiségek kultúrájáért, a nemzetiségek kulturális felemelkedéséért? Hát nem tudom, hogy sokat-e, mert annyira egy nemzetiség kultúrája annyira összefügg annak az országnak a kultúrájával, létével, amiben él és mozog. És félő, hogy ez a kultúra, bármilyen szép, mindig kisebbségben marad, nagyobb kisebbségben, mint maga a nép. Én ebben kicsit pessimista vagyok, és ezt nem is szoktam tagadni, nem vagyok bizonyos, hogy joggal vagyok ennyire pessimista. Én félek, hogy ebből a kultúrából mindig lepereg valami, és mindig vékonyabb lesz. Még akkor is, hogyha fölállunk a színpadra, és hirdetjük, és énekelünk. Nagyon szeretném ilyenkor, és mindig nézek körül, hogy rám cáfoljanak, és megerősítsenek abban, hogy nem így van. Cáfolod vagy erősített? Én az előbb valószínűleg hallgattam olyan nagyot, vártam, hogy Marci megszólaljon, mert nehezebben fogalmaztam volna talán meg ugyanezt. Nem arra van szó, hogy egy kis nemzetiségnek most ezáltal új kultúrát teremtünk. Talán bizonyos lelki tartást, öntudatot, hogy van valami, ami történik ezen a nyelven, az valamennyit ad. Magának mondjuk vegyük szükebbre az írásnak, az irodalomnak, a műnek. Ilyen helyzetben csak akkor van értelme és jelentősége, ha az valami módon bele tud így illeszkedni az egyetemes, nemzeti kultúrában, most ezen megint lehetne vitatkozni, hogy melyikbe. De a nyelv, mert erről szoktak beszélni ugye a határon túli magyar irodalom kapcsán is, a nyelv által minden esetre az anyanyelvi kultúrába, és én az előbb azt vallottam, hogy egy írónak a hazája a nyelve. Tehát, hogy most magamra szűkítsem le a kérdést, végül is, ha a szerb irodalom, az egyetemi szerb irodalom, a jugoszláv irodalom belül valamilyen pici kis helyet találnak az én műveim, akkor van igazán értelmük. Az, hogy a magyarországi szerb vagy egyáltalán délszláv kultúrához, kultúra fölemeléséhez ez hozzájárulhat, hát ezt valóban elég kétlem olyan értelemben, hogy nem ezek azok a dolgok, amelyek megtartják ezt a kultúrát. Hát engedjétek meg, hogy ezt a kívülről nézve én azért ennél bizakodóbb legyek. Mert úgy gondolom, hogy a téli bárány nem csak azt jelenti, hogy erre a népre, magyarországi németségre nem lehet úgy nézni, mint eddig, hanem ez a magyarországi németség is máshogy tudja magát németnek ezután a könyv után. Ezt meggyőződésem. És ugyanígy nem közömbös, azt hiszem, a magyarországi szerbség számára sem, hogy van egy Predrag Stepanovics nevű kiváló prózaírója. Az előbb hallott beszélgetés, én azt gondolom, hogy egy személyes vallomás volt mindkét irodalmár részéről, épp ezért kimaradt egy ilyen általánosabb áttekintése a szerb horvát, illetve a német irodalomnak is. Annyit talán el kellene mondanunk, hogy mindkét irodalomnak van utánpótlása, tehát létezik egy fiatalabb generáció, amelyiknek a tematikája talán egy kissé eltér mondjuk az előbbiektől, azzal, hogy ők nyilvánvalóan a saját korosztályuk gondjával, problémáival foglalkoznak, egzisztenciális problémákkal. Most hallani fogunk egy megzenésített verset, amelyik nem jellemzője, illetve nem jellemzően képviseli ezt a tematikát. A verset Stevanovics Zorán zenésítette meg, és ő is hagyja elő. Az éjben
ház siratja a vendéget, aki elrepült a magasság végtelen ölelésében, hogy ott kiürítse utolsó poharán. Balettáncosa, aki felvételi vizsgájáról, mármint a balettintézetbe, tehát felvételi vizsgájáról a következőt meséltem. Sose felejtem az egyik felvételi vizsgámat. Az egyik rostán az volt a feladat, hogy énekeljünk el egy dalt. Én ekkor 10 éves voltam. A Kisebb Pádát Ráva Rászte című horvát, illetve hát szerb népdalt énekeltem el, amit akkor tanultunk az általános iskolában. Elénekeltem ezt a dalt, nem sejtve, hogy a bizottság elnöke érti a szerb nyelvet. A bizottság elnöke pedig nem más volt, mint Petrović Emil. Megdicsért, és én boldog voltam. Thank you.
Két önmagát a balettban, a táncban megvalósítani próbáló fiatal után most következik egy fiatal ember, aki a művészet egy másik területén próbálkozik az önmegvalósítással. 1985-ben, most már több mint 3 évvel ezelőtt készítettem egy kis beszélgetést az Unzerbildschirm számára, az akkor 26 éves Mecsek Nádasdi származású Dehant Antal képzőművésszel, aki már akkor is és azóta is a Pécsi Nevelési Központ művészeti iskolájának tanára. Munkái, alkotásai azóta többször visszatértek, mint szerb-horvát, mint német nyelvű műsorainkban. A fiatal képzőművész most néhány percre jubileumi műsorunk vendége. Tisztelettel meghívjuk a Helyőrségi Művelődési Otthonba Dehant Antal kiállítására, megnyitó 1984. január 12-én. Ez volt az a pécsi kiállítás, amelynek meghívója véletlenül a kezembe került, elmentem, megnéztem, és így kötöttünk ismerettséget. Elhoztál most néhányat az akkor 4 évvel ezelőtt készített munkáidból, és az újabbakból is. Amikor azt a beszélgetést készítettük, azt mondtad, hogy a képekben mindig a harmóniára törekszel. Igen, ez így van most is, de még régebben bizonyos értelemben konfliktusmentesebb harmóniákat hoztam létre. Most inkább a feszültségek egyensúlyával próbálom megteremteni ezt a harmóniát. És mi készített arra, hogy kilépj a térbe? Hát ennek elég sok oka volt. Többek között az, hogy egy picit úgy éreztem, vérfrissítésre van szükségem. Egy kicsit, minthogyha megrekedtem volna azon az úton, amelyet akkor jártam. És mivel amúgy is elég sok plasztikus elem jelent meg az utóbbi munkáimban, gondoltam, hogy megpróbálkozom plasztikák készítésével. Kezdet-kezdetén nem voltak megfestve ezek. Aztán úgy fogtam őket fel, mint valami bonyolult és rendkívül sokszínűen tagolt festői felületet, és amit minden oldalról meg kell jól komponálni, és meg kell festeni. Szakma is megismerte a nevedet, elismerte a munkásságodat. 87-ben az az örömért, hogy felvettek a Fiatal Képzőművészek stúdiójába, és 88 elején Budapesten is sikerült bemutatkoznom a Fiatal Művészek Klubjában. Te többször a munkatársunk voltál. Engem ez a 10 éves jubileum arra késztett, nem azért, hogy kiszedjek belőled egy dicséretet nekünk, hogy megkérdezzem, mi erről a benyomásod, mi a véleményed ezekről a műsorokról, a mi munkánkról, milyen tapasztalatokat szereztél itt nálunk? Hát ez tényleg csak a személyes véleményem lesz. Nekem nagyon szimpatikus volt bennetek például az, hogy mivel ti nemzetiségi műsort csináltok többnyire, az a fő profilotok, hogy nem az az elsődleges szempontotok, amikor kiválasztjátok az alanyokat, hogy nemzetiségi, hanem az, hogy tudjon valamit mondani, vagy felmutatni, vagy valamivel másabb legyen, mint az átlag, és ez nagyon szimpatikus volt számomra. Az a nyitottság, ami jellemez benneteket szerintem, az, hogy
hogy meg lehet veletek beszélni mindent, hogy nem tenyereltek rá a másikra, hogy meghallgatjátok a véleményt, és akkor ebből alakítjátok ki a koncepciótokat. A te kibocsátó közeged, ha szabad ezt mondani, Mecsek Nádasd, onnan származol, ott nőttél fel, ott élsz. Számított-e ez valaha az életedben, a munkásságodban, vagy számít-e ma a munkádban, a mindennapjaidban? Közvetlenül semmi esetre sem, de azt azért megemlíteném, hogy amióta az eszemet tudom, mindig dolgos emberekkel voltam körülvéve, és rendkívül tevékeny, szorgos emberek voltak. És én az a típus vagyok, aki nem szeret tétlenkedni, és lehet, hogy ez valahonnan onnan plántálódott át belém. A kreativitásról, vagy az iránti igényt, azt talán leginkább az anyai nagyapámtól örökölhettem. Ő ott lakott a szomszédunkban, és kádármester volt. Én állandóan ott lábatlankodtam. Ő műhelyében, ő a kezembe nyomott állandóan anyagokat, szerszámokat adott hozzá, és azzal aztán valamit kezdenem kellett. És lehet, hogy ennek is van valami nyoma még ma is bennem. Tudom, hogy nézőink rendkívüli módon kedvelik a magyarországi német fúvós zenét, nem is tudjuk mindig ezeket az óhajokat, kívánságukat kielégíteni. Mi magunk azonban nagyon boldogok vagyunk, hogyha más jellegű zenét is megszólaltathatunk ebben a műsorban. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a soroksári származású Liszt-díjas trombitaművész Geiger György, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának első trombitása, a Modern Részfúvós Együttes vezetője először az Unzerbilcsénben szerepelt Magyarországon 1980-ban. Az apropó annak idején az volt, hogy Liszt-díjat kapott. Azon művészek közé tartozik sokakkal, akik Soroksáron nevelkedtek, akik a komoly zene mellett nem maradtak hűtlenek a szűkebb haza a fúvós zenéhez sem. Most mégis abban a műfajban halljuk Geiger Györgyöt, illetve a Modern Részfúvós Együttest, amelyet gyakrabban gyakorol.
Kedves nézőink, jubileum műsorunk végére érkeztünk. A 11. év hajnalán, vagy küszöbén még annyit hadd valljak meg, hogy egy bizonyos hiányérzettel adjuk át a képernyőt a következő műsornak. Tudnék, még nagyon sok barátunkat kellett volna bemutatni ebben a műsorban, és szerettük volna is, csak az időhatárok miatt ez lehetetlen. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!